Hétfői meccs után az elsődleges dolog nyilván az volt, hogy most péntekre amennyire lehet pihenje ki magát mindenki. Ezért játszottunk nagyon sokat a haladás ellen tavaly előtt is. Már csak az volt a célunk, hogy azokat a dolgokat, amik ellenük működtek, azokat újra felelevenítsük, és ami kevésbé működik, azokat próbáljuk meg hanyagolni. Tehát erre kellett emlékeztetni a játékosokat, de elmondom, az elsődleges dolog az az, hogy ma mindenki frissen várja ezt a meccset. Tudom, hogy egy nap után az, ha teljesen a nap, az éjszaka, akkor fordul a élet, akkor azt nagyon kell figyelni minden nap, azt kell elvezni, kell dolgozni minden nap, és ez persze tudom, hogy amit csináltunk volt nagyon szép, de szerintem nem vagyunk újjék, és dolgoztunk minden nap, mert tudom, hogy van nagyon jó ellenfelek, és többet akarunk nyerni persze. Sokat játszottunk egymás ellen. Jó volt látni, hogy a Szombathely játszatja a fiataljait, és hosszú padjuk van, és a Huarra beveti szinte az összes játékosát majdnem minden meccsen, és akár ezt megtette ugyanúgy ellenünk is a bajnoki döntőben. Így talán azt gondolom, hogy nekik van egy év előnyük. Mi most járunk ott, hogy próbálgatjuk a fiatalokat, nézzük, hogy ki vajon mire lesz képes ebben az évben. A hazai pálya nem sokat számított a legutóbbi szezonban a pirosmezes Berettyó Újfalu és a Haladás mérkőzésein, hiszen a szombathelyiek többször is nyerni tudtak a mezei villotthonában. Az alapszakasz során 2-1-re nyert a Berettyónál Huandra csapata, és az akkor duplázó Hajmási Milán most is beköszönt a negyedik percben. A bajnok tehát korán előnybe került, ám ezt követően nem nagyon találtak fogást a másikon a felek. A két csapat minden évben óriási meccseket játszik. Persze ez most a Berettyónak egy ilyen év, nincs annyi légiósuk, de azt gondolom, hogy a nagyon jó magyar játékosok vannak. Tiszteltük őket, videóztunk is, sokat készültük belőlük. Hát nagyon megnehezítették a dolgunkat ezzel a... Lehet mondani azt, hogy az egész meccsen játszották ezt a 5-4-et. Nyilván ezt csináljuk azért is, hogy pihenjünk, hogy kevesen vagyunk, és kevesen játszunk nagyon sok percet. Meg nyilván azért csináljuk, hogy emberöngő szituációt tudjunk kialakítani belőle, nyilván amelyeket éppen kell használni. Az első fél időben ránk erőltették az akaratukat. Mondhatom azt is, hogy neki kicsit hosszabb a padjuk, de nem feltétlen keresünk az kifogásnak. Az első fél időben sokkal jobban játszottak, a második fél időben úgy érzem, hogy rendeztük kicsit a sorainkat, ott már kicsit jobban játszottunk, sokkal több helyzetünk volt. Sajnos a második fél időben összegyűjtöttük 10 perc alatt az 5 faltot, utána már nem tudtuk azt az agresszív játékunkat játszani, aminek mi szoktunk, de azt gondolom, hogy azt szerintem a nézők egy jó meccset láthatnak. Ők visszábbáltak, jobban kerülték pont ezeket az 1-1-es párharcokat. Mi beszéltük a padon, hogy most kell meghúzni ezeket. Jobban kisegítették egymást, inkább csak a passzokat próbálták támadni, és nem az 1-1 elleni cseleket próbálták megszerezni, vagy cseleknél próbálták megszerezni a labdát. Ezáltal nekünk se sikerült kiharcolni a hatodikat. A 33. percig 0-1 állt az eredményjelzőn, ekkor ugyanis a válogatott Vas Ádám villant, a vendégek pedig 2 góllal léptek el. Igaz, nem sokáig, mert 5 perccel a vége előtt szépített a házigazda. A csapat legeredményesebb játékosa Tóth Attila hozta vissza a Berettyó pontszerzési reményeit. Megint kaptunk egy gól olyan a szituációban, és a utolsó kettő meccsen már nagyon hasonló volt az gól, amit kaptunk, és persze ezt kell javítani. És a meccsen igen, volt egy picit bolondos a meccs szituációban, de szerintem a csapatban az tapasztal, ami amikor van a rossz pillanat van a meccsen, mindig adunk egy extra, és mutatunk, hogy az eszel a harmadik gola. Az 1-3-as végeredményt a duplázó Vas Ádám állította be. Ezzel az illóvas haladás Zsinórban a 7. bajnokiát nyerte meg. Tudunk, hogy jó eredményt csináltunk utolsó hónapokban, de nem vagyunk ügyek, és minden nap dolgozunk, mert ez bajnokság az nagyon szoros, szeretünk jót csinálni a BL-ben is, és ez persze meg van sok dolog, ami kell fejlődni a csapatban.